Október a látás hónapja, így minden évben főleg ekkor hívják fel az emberek figyelmét a szemorvosok és optikusok a szűrővizsgálatok fontosságára. Az országos kampány részeként számos vizsgálat és szaktanácsadás érhető el térítésmentesen. Például a szemüvegek dioptriáját is ingyen határozzák meg. Ilyenkor nem csak a szemüveget nézik meg, hanem a látóélességet is, és hogyha ott valami eltérést találnak, akkor a szemészszakorvoshoz elküldik, beutalják a beteget, és a további kezelésük megtörténhet. Ennek azért van jelentősége, mert számos olyan szemészeti betegség létezik, amely nem okoz fájdalmat, nem okoz panaszt, viszont ha nem foglalkoznak vele, és például a magas szemnyomás, a zöld hájuk, ha ez nem kerül időben kezelésre, akkor a látóidegben visszavonhatatlan károsodás következik be. 50 éves kor felett mindenkinek tanácsos legalább évente egyszer szemészeti szűrővizsgálaton részt venni. A gyerekekre tulajdonképpen ugyanez vonatkozik, hát iskoláskorig. Az elmúlt években egyre több időt töltöttünk a képernyők előtt, és ez komoly veszélyt jelent a szemünk egészségére. Ám a korszerű fejlesztéseknek köszönhetően mára már ez egy jó monitorral vagy szemüveggel kivéthető. A szürkehályog műtéteknél pedig színezett lencse beültetése teszi lehetővé a káros fénysugárzás elleni védelmet. Látásunk megóvása érdekében a problematikus élettani tényezőkre is érdemes kellő figyelmet fordítani. A rizikófaktor a cukorbetegség, és hogyha nem történik folyamatos szemfenéki ellenőrzés, akkor nagyon rossz irányba mehetnek el a szemészeti tünetek, és már csak olyan műtétet lehet végezni, amivel tulajdonképpen konzerváljuk a beteg látását, de nem lehet visszaállítani a 100%-os látóélességet. Gyermekek esetében korlátozni kellene a számítógép, okostelefon, iPad a használati idejét, 6-8 éves korban, hát 2-3 órára, mert a sok számítógépezés a rövidlátás fokozódásának egyik háttényezője. Korábban a magyar lakosság körében 25%-os volt a rövidlátók aránya, mára ez közel 60%-ra emelkedett. A SOTE szemészeti klinikáján számos eljárással segítik a betegek látás korrekcióját. Tulajdonképpen a szemészet összes műtéti tevékenységét folytatjuk, tehát fiataloknál ugye a reflektív sebészeti beavatkozás, az úgynevezett excimerlézeres műtét, amellyel nem kell utána szemüveget hordani. A szürkehályog műtétek nagyon nagy számban folynak, a zöldhályog ellenes műtétek, lézeres beavatkozások, illetve gyógyszeres kezelések. A klinika professzora hozzátette, a szemészet legújabb ágaként az öröklődő szemészeti problémák kezelését is végzik, hosszabb távú kutatások keretében pedig a gyakrabban előforduló szembetegségek genetikai kezelésén dolgoznak a szakemberek.